technikai vizsgálattal kapcsolatban feltettem a kérdést Kozáriónak. Köszönöm szépen. Kozáriónak volt egy kérdés, még egyszer üdvözői körünkben. Nagyon szépen köszönöm, hogy lehetővé tették azt, hogy lehet, hogy utoljára egy pár szót váltsunk ennek az ingatlannak a megvétele kapcsán. Szeretném az egész testületet szívből üdvözölni a Phoenix Meccano tulajdonosai nevében, és kitűnő, józan, a lehetőséget és a kockázatokat jól mérlegelve hozó döntéseket kívánok a jövő következő napjában. A statikai vizsgálatra annyi szeretnék mondani, hogy a cég egy német, buszkvesváci tulajdonban lévő cégcsoport, amelynek körülbelül 1 milliárd eurós éves üzleti forgalma van, és körülbelül 10 helyen dolgoznak a világban. A cég a Zürichi tőzsdén jegyzett cégcsoport. Az eddigi működéséhez természetesen szükséges összes műszaki, jogi, gazdasági, környezetvédelmi engedéllyel rendelkezett, és ezek között meg vagyok győződve róla, hogy a statikai követelményeknek is meg kellett, hogy feleljen. Hiszen ha ebből eredően bármilyen kétel felmerült volna, akkor nyilvánvalóan az illetékes hatóságok megfelelő ellenőrzéseket rendeltek volna el. Ehhez hozzátedem azt, hogy ilyen előírás, hogy ezt rendszeresen a statikai vizsgálatokat kell végezni, nincs. De természetesen mindenki számára, akiben ez a kérdés kételyeket ébreszt, lehetővé tesszük, hogy méréseket végezzen a telephelyen. Szeretném még azt megemlíteni, hogy az a 3 eurós fiktívnek tűnt bérleti díj négyzetméterenként, az egy valós tényleges szerződésben megjelenő bérleti díj, amire két héttel ezelőtt szerződtünk, tehát van egy éves határozott idejű szerződésünk 1300 négyzetméternek a 3 euróért történő bérbeadására, amely a szerződés szerint megtartható. Ezzel együtt én azt mondanám, hogy itt most annak nincs értelme, hogy itt szinte egy ilyen fiktív összegben beszélünk, hiszen minden egyes szerződés egyedi, mindenkinek más érdekei vannak, mindenki másért venni ezt az ingatlant, annak egy részét bérbe, és minden szituációban a mindkét félnek kell, hogy egy érdekazonság kialakuljon. Tehát én csak azért említem, hogy ez nem egy fikció, hanem ez egy valóság, ez egy valós érték. Én azt is mondom, hogy értelemben iránymutató. Azonban azt látni kell, hogy a cég, amennyiben ezt még évekig tulajdonolni fogja, és ez egyáltalán nem kizárt, tehát ez nem idegen nekik, akkor ennek a településnek, résznek a jövedelem teremtő képessége az valószínűleg, hogy a negatív felé fog konvergálni, és a cég új döntésének, tehát mi szerint azért, hogy a város számára vonzóbbá tegyük ezt az ingatlant, 25%-kal csökkentettük az árat. Ennek elsősorban az volt, hogy ez a cég ez nem ingatlan üzemeltetésből él. És nincs megfelelő kapacitása, nincs is szándéka. Nekem nincs semmiféle mandátumom arra, hogy ezt az ingatlant, hogyha itt még évekig akár az okintatóban marad, bérlőkkel feltöltsük. Semmi ilyen módon nem kívánunk ezzel foglalkozni, teljesen, hogy mondjam, testidegen a cégtől, a cég termel és értékesít. Tehát ez egy üzletpolitikai döntés volt, amelyre én úgy érzem, hogy az elmúlt hónapokban folytatott tárgyalásokban a város nagyon sok pozitív, a saját érdekében pozitív hatást tett, és ezt az üzletpolitikai döntést, még egyszer mondom, a cég autonóm módon hozta, figyelembe véve természetesen a várossal kialakult rendkívül együttműködő viszonyt. Én úgy érzem, hogy amellett, hogy nyilvánvalóan, hogy sejtik azt, hogy ez egy vállalkozás, ez egy piacgazdasági intézmény, úgy mondjam, ez nem egy karitatív intézmény, nem is akarjuk senkivel elhitetni, hogy ebben a jó szándék és kizárólag a szociális megfontolások azok, amik meghatározóak, de
Én úgy érzem, hogy az elmúlt fél év a cég általános hozzáállása ahhoz, hogy hogyan alakuljon itt a munkaerőpiac, hogyan alakuljon azoknak az embereknek a sorsa, akiknek tulajdonképpen ezt a tragédiát meg kellett élni, az a cégnek ebben a kérdésben a viszonya, az teljes összhangban van azzal, hogy igenis, vannak mégis belső szociális megfontolások emögött. És nagyon szívesen állunk a rendelkezésükre, hogyha további kérdéseit. Köszönöm szépen. Gondolom, feltettük korlalagos kérdésre, és választ kaphattunk. Az elnök képviselő elmondott, szinte dióhéjben összefoglalt ennek az egész előterjesztésnek a lényegét. Egyrészt vagyongyarapodás az önkormányzat tekintetében, vállalkozóknak a támogatása ebben a megrendülő gazdasági helyzetben, még hogyha a felrendülést is várva, akkor meg pontosan jó időben, a vállalkozóknak olyan környezet biztosítása, amely vonzó lehet számukra, és az, hogy az önkormányzatnak a bevételi oldalon a gazdálkodásának a stabilitását tudja esély szintjén ezt megteremteni, azt gondolom ehhez vita kétség nem férhet. A finanszírozhatóság tekintetében az egyes számom mellékre tartalmazza azt a konstrukciót, amely 75 millió forint hitelfelvétel, 71 millió 250 ezer forint hitelfelvétel esetén milyen visszafizetési kötelezettséget támad az önkormányzatnak. Kozári úr elmondta, hogy jelen pillanatban éves szerződése is, amely a cég jellegéből fakadólag többe kerülnek elköltözni, mint egy éves bérleti díj. Csendesen megjegyzem. Így aztán várható az, hogyha a tevékenységét tudja folytatni, akkor hosszabb távon is lehet vele együttműködni, ami azt jelenti, hogy az ő által a befizetett bérleti díj az első négy évben, bocsánat, az első három évben teljes körülön fedezetet nyújt a hitelhez kapcsolódó kötelezettségünkre, és bőven a feletti összeg áll rendelkezésre az üzemeltetés kapcsán, ami költségként megvan, mint amit adott esetben a számítások tükröznek. Tehát ez így együttes hatását tekintve, ez az egy cég fedezetet nyújt arra, hogy három éven keresztül, hogyha nem sikerül bérlőt találnunk, három éven keresztül, amire ugye már önmagában ellentmond az, hogy itt vannak a szándéknyilatkozatok, arra, hogy finanszírozható a történet. Tehát gazdaságilag, jegyzőként számára mondom, kellőképpen megalapozott az előterjesztés, és azt gondolom, hogy a jövőben a városnak egy olyan többletet tud nyújtani, amire az elnök képviselő úr utalt, hogy azokon a területeken, ahol a szociális jellegét kell erősíteni az önkormányzatnak, azokon a területeken ne kelljen visszavonulót fújni az önkormányzatnak, hanem ezen szociális mezőben továbbra is tudja tartani azokat a nevezzük vívmányoknak, ami adott esetben néha meg is hajlamosak vagyunk róla megfeledkezni, és hogy egyébként az bizonyos tételeknek a szinten tartása, vagy mesterségesen alacsony szinten tartása, az egy szociális juttatás, ami adott esetben elérhet mindenkit, vagy adott esetben egy-egy célközönséget. Tehát ilyen szempontból, hogy ezeket a juttatásokat, ezeket a pozíciókat meg tudjuk őrizni, azon szükséges, hogy a gazdasági stabilitásunk ne egy lábon álljon, vagy két lábon álljon, hanem lehetőség szerint több lábból, több helyre tudjuk ezeket a bevételeket megszerezni. Azt hiszem, hogy kérdések, válaszok elhangzottak. Egy módosító javaslat volt, amit osztályvezető úr tett, ugye ez a március 31-e, ez értelemszerűen az előbb elmondtam az indoklásban, hogy ezt a cég is tudomásos vette. Kérdezem a képviselőtestületet, aki a határozati javaslatot ezzel a módosítással elfogadja, kérem készfelemeléssel jelezze. 1, 2, 3, 4, aki nem, 1 nem, aki tartózkodott, 4 tartózkodásra a képviselőtestület
vele ez minősített többséggel nem hozott döntést. Így, ahogy én azt ígértem, annak érdekében, hogy tisztán lásson a cég, mert hogy, és nem csak a cég, hanem az emberek is. Mert hogy kábítjuk, meg hitegetjük őket, hogy megveszünk, nem veszünk, meg körültekintőek vagyunk, ez azon már túlmutat. Más, magasabb célok, úgy látom, magasabbak, mint a város érdekei. Éppen ezért arról fogunk most szavazni, hogy fenntartjuk-e továbbra is vételi szándékunkat. Aki ezt támogatja, kérem készszeremelésre jelezze. 4 igen, aki nem, 1 nem, aki tartózkodott, 4 tartózkodás, bocsánat, 3 tartózkodás, képviselő úr, Kranyi képviselő nem szavazott? Jól látom. Kranyi László képviselő úr nem volt hajlandó részt venni a szavazásban. Tehát ezzel megállapítom azt, hogy Hajdúdorog városa elállt vásárlási szándékától, Kozári úr. Számomra ez nagyon fájdalmas, főleg azoknak az embereknek a tekintetében, akik bíztak ebben az önkormányzatban, hogy ezáltal lehetőség nyílik új munkahelyek megszerzésére rövid határidőn belül. Kérem, szóban is tájékoztatja nagy urat, természetesen a határozatról írásban is tájékoztatni fogjuk, és elnézésüket kérem a város nevében, hogy egy fél évig álmítottuk, kábítottuk önöket, én hittem abban, és továbbra is hiszek abban, hogy ez lesz, ez a terület lesz az, ami a városnak a jövőben olyan lehetőséget fog tudni biztosítani, és az itt élő embereknek, hogy munkalehetőséget és bevételt képezzen. Én köszönöm minden képviselőnek a segítségét, aki ebben támogatott, aki meg nem, az meg elszámol majd mindenki magával, meg akivel kell. Köszönöm szépen. Technikai... Nagyon szépen köszönjük a teljesítőközöltetállást, és nagyon sok értékes embert ismertem meg, sem értékes vélemény. Biztos, hogy egy ideig el fog tartani, amíg a cég a felépíti, a jövő variánsait kidolgozza. Ebben is kérem adott esetben a város segítségét, és mindannyiunknak nagyon kellemes. Köszönöm szépen, viszont kívánjuk. Meleg közben, a következő napi rendi pont, ami soron van,